Na, sziasztok srácok! A tékozó fiú visszatért, és nem is akárhogyan. Dani vagyok, ez pedig itt a DTV. Nos, mondanám nagyon szívesen, hogy egy új stúdióban jelentkezem és megnyertem az ötös lottót, de valami sokkal jobbat hoztam ma nektek, mivel ez nem csak az enyém, hanem mindenki másé is, és hogy ne pazaroljuk a szót, és ne csak a hátteret lássátok, körbe is vezetek titeket, röviden és tömören nyitunk egy új helyet. Két részes videót fogtok látni, előtte és utána, és a két videó alatt elmagyarázom, hogy hogyan lehet nyitni egy helyet, mire kell figyelni, illetve, hogy milyen akadályokba ütközhettek városok, esetleg kerületektől függően. Amit most láttok, ez az egyik vendégterünk, ez a nagy tér. Nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mivel a belmagasságunk nagy, így a füstnek van helye. Ott a másik térben, ott láthatjátok a bútorokat. Ezzel a bútorral színazonos. Továbbá ez a terem egy kicsit kisebb. Itt találhatók a mosdók. Egy női, egy férfi. Ezt az első point már előve, amire figyelnetek kell, hogy több mint valószínű, ha az ötödik kerületben szeretnétek vendéglátó egységet nyitni, akkor kell egy személyzeti mosdó, anélkül nem úszátok meg, úgyhogy ha helyet kerestek, akkor igyekezzetek egy olyat keresni, amiben vagy egyszerűen kialakítható, költséghatékonyan, vagy már van eleve személyzeti mosdó. Összesen úgymond három termünk van, ugye van az a kisebb, van egy nagyobb, és van nekünk még itt egy hátul, azt kicsit később megmutatjuk, mert oda nehézkesen jutunk be. Nagy teremben van a lényeg, amire mindenféleképpen szükségetek lesz, bárpult. A bárpult nekünk szerencsénk volt, mert már volt. Így nem kellett vele foglalkozni, nem kellett feleslegesen pénzt költenünk. De ha ti egy olyan helyet szeretnétek, ahol nincsen, mivel nem találtatok kifejezetten vendéglátóipari egységre bérbeadó helyiséget, hanem csak egy üzlethelyiséget, akkor ezzel számoljatok, aminek a költsége nem 2 forint lesz. Az egyetlen egy dolog, amit itt nekünk meg kellett csinálni, az ez a helyiség, mivel itt ugyanúgy ablakok voltak, mint ott. Ez nem volt egy nagy dolog, plusz-minusz 150-200 ezer forint körül volt munkadíjjal együtt és anyagköltséggel együtt. Itt lesznek majd a poharak, polcok, italokkal. A pultunk az kellemesen hosszú, simán elfér 4 fő. Vendéglátósként én azt tudom mondani, hogy egy jó bárpultra mindig szükség van, mert a személyes interakcióra az embereknek szerencsére még van igényük, nem úgy, mint egyeseknek. A pultnak a legfontosabb része az a munkafelület, illetve a munkazóna, annak és annak a kialakítása. Mivel, hogyha nagyon szűkös helyen vagytok, mint mondjuk ez itt, ahol nem tudtok állóhűtőt rakni, ami szerintem kurva szarul néz ki, akkor figyeljetek arra, hogy a pult alatt a lényeges dolgok elférjenek. Vagy előtted, vagy mögötted. Gondolok itt üres rekeszekre, hűtőkre, jéggépre, mindenféleképpen, mert hogyha rendelitek a jeget, az nagyon megemeli a havi kiadásokat, és a tárolás és macerás. Illetve ha szeretnétek sört, akkor ne csak azzal számoljatok, hogy a pultnak egy olyan fél négyzetméternyi területen elfoglalja majd a sörcsap, hanem alatta kell, hogy legyen 2-3 hordó legalább, ami nagyon sok helyet foglal, plusz még a hűtő és a gázpalack is. És ezt kell nektek ügyesen kilogisztikázni, hogy minden kényelmesen elférjen és az alkalmazottoknak, vagy esetleg nektek ne zavarjon érdemben a munkában. Valahol mindig kell kompromisszumot kötni, ezt majd náluk látni is fogjátok, hogy mi azt hogy oldottuk meg, jelenleg még nincsen beüzemelve. Jobb oldalt látni fogjátok majd a konyhát. Itt lesznek a pipák. Nagyon fontos, hogyha szeretnétek pipát, legyen teraszatok, ez az egyik. A másik, legyen elkülönítve raktárhelyiségtől, konyhától, függetlenül attól, hogy ez most meleg vagy hideg konyha. És nekünk szerencsénk volt ismét, mivel ez a munkafelület, amit láttok, ami fém, az minden itt volt. És erre se kellett költenünk.
Egyébként meg lehet költségkötőkben oldani sima munkalapokból, amiket felfújtok a falra, azok nem egy olyan vészes költségek, és egészen jó teherbíróak, tapasztalatban mondom. Továbbá, ha eljövünk erre, itt van még egy bejárat, ami vezet két terembe is. Itt jobb oldalt lesz nekünk egy hideg konyha, termosókonyha, lesz ugye mosogatógép, ami én szívem szerint ajánlok, nem baj, hogyha van rá pénzetek, mivel ezzel nagyon nagy munkaerőt spóroltok meg, nem kell plusz egy személy, aki mosogatja a tányérokat, poharokat, evőeszközöket, hanem csak gyorsan bedobta, feleslegben vagy tartalékban mindig van pohár, evőeszköz, tányér, arra is figyeljetek, és legyen neki hely. Legyen neki vízkimenetje, legyen hely itt is hűtőnek, mivel minden gyümölcsöt, egyéb kész ételt, amit mondjuk mi fogunk árusítani, az húsválogatás, sajtválogatás és előre készített szendvicsek, ezeknek mind-mind külön hűtő kell, úgyhogy arra is figyeljetek, hogy annak legyen hely. Legyen külön áztató csapotok, és legyen külön kézmosó is, arra is figyelnek a nébikhesek, illetve a HACCP-a tervezetben az is lényeges. A polcok sosem ártanak, evőeszköz tartalékba, poharak, azokat itt tudjátok majd tárolni, hogyha a pultban már esetleg nem fér el. Nagyon fontos a mobilitás, hogy az alkalmazottnak ne kelljen sokat mozognia feleslegesen. Tehát megfordult, elvette, megcsinálta, kivitte. Minden perc, másodperc számít, mert az időpénz. Velem szemben van még egy terem, ami még nagyon kérdéses alapon van, hogy mi lesz belőle. Itt is jelenleg bútorok vannak, asztalok, kanapék, van nekünk itt egy galériánk, amivel szintén nem tudunk mit kezdeni egyenlőre. A lényeg, ugye, mint említettem, kell mindenféleképpen egy személyzeti mosdó. Annak itt lesz a kiépítése. De azon is agyaltunk, hogy itt szeretnénk egy külön termet, amit ki lehet bérelni PlayStation-nel, társasjátékkal, magánrendezvényekre, megbeszélésekre, vetítővel együtt, külön hangrendszerrel. Fölöttünk láthatok még egy befúvó rendszert is, ami szükséges az elszívó rendszerhez. Mivel hogyha elszívtok valamit egy zárt helyről, ott vákum lesz, ami nem lesz feltétlenül komfortos a vendégeknek, és nem okoz akkora komfortérzetet, vagy még akár rosszulétet is okozhat. Ugye van itt egy álmennyezet, aminek az volt az eredeti terve, hogy szétbombázzuk. Lesz itt egy külön terem, ami külön bérelhető, akár kisebb rendezvényekre, kisebb születésnapokra, maximum 10 főig. Én azt mondanám, hogy maximum 10 fő. Ehhez nagyon jó nekünk, mert lenne egy külön személyzeti bejárat, így az alkalmazottak csak egy kizárólagos személlyel tudnak, vagy egy kizárólagos csoporttal tudnak foglalkozni. És a vendégeknek is van egy külön bejáratuk, itt a női mosdó felől, ami méghozzá el is van különítve. Itt mögöttem a rács az nem dísztek van, ott még van egy kiárat, ami jelenleg nem fogunk hasznosítani, mert teljesen felesleges. Tűzvédelmi okok miatt viszont jól jön, mivel hogyha 1 méter az átmérője az ajtótoknak, akkor ott már nagyon szűkös a helynek a befogadó képessége. Gondolok itt arra, hogy meg van határozva egy bizonyos mennyiség létszámban, és meg van adva egy bizonyos szélessége, hogy 1 perc alatt hány fő tud azon keresztül kijutni. A következő videóban látni fogjátok majd a végkifejletét a helynek, hogy mi volt az eredeti elképzelés, mert ez még csak a fele annak, ami elkészült. Ott majd jövök konkrét számokkal kiadás szempontjából, konkrét törvényekkel részletesebben, amit megkövetel ugye az önkormányzat kerületenként, illetve az állam is, hogy segítségetekre váljék, ha szeretnétek nyitni ti is egy bárt. Úgyhogy én most ennyi voltam, mindenkit puszilok, ölelek, sziasztok!